A fenntartható életmód népszerűsítése a célja annak a projektnek, melynek eredményeként biomimetikus, vagyis természet utánzó életmódközpont épül Felpécen. A 300 négyzetméteres épület uniós forrásból mintegy 125 millió forintból valósul meg, és jelenleg az építési munkák zajlanak, amelynek nyomán az ősz elejére el is készülhet. Az épületről azt kell tudni, hogy ez föld alá kerül, tehát a föld felszínére építjük, úgy tervezzük a terheléseket, hogy körbe föld kerül, körülbelül 16-18 méteres körbe hordunk össze földet, és akkor ezt olyan 80 centi, 1 centi, vagy 1 méter magasságú réteggel borítjuk a házat is. A háznak a déli oldala az nyitott lesz, itt nem kap földborítást. Erre a megoldásra azért van szükség, mert az épület főleg ebből az irányból kapja majd a napfényt. Napfény onnan kap, tehát oda van pozícionálva a iroda konferenciaterem. Innen az átriumból bevilágítást kaphat a helyiségek, mert olyan ajtók lesznek, de pluszban lesznek ilyen fénycsatornák fölülről. A fűtést és az elektromos áramot megújuló energia biztosítja, de a földház szennyvízkezelése is helyben történik, ráadásul a szennyvizet is hasznosítják. Ahogy a hulladékot is, így komposztálnak, amivel pedig a földborításon található fákat, cseréket és gyógynövényeket táplálják majd. A klíma problémák egyik okozója a földről visszaverő hősugarak, amelyik hát nagy részben a háztetőkről verődnek vissza. Hogyha most ezt azt mondanánk, hogy a háztetőket zöld tetővé alakítjuk át, akkor a klíma probléma is körülbelül felére csökkenne. Tehát ezért olyan megoldásokat is kell alkalmaznunk, amelyik ilyen problémát nem jelent. Most ez a földház, mivel földborítás lesz és növény a tetején, ezért ilyen problémát nem okoz. Sőt, a szakember elmondása alapján a kis tóval és a különféle növényekkel minőségi életteret biztosíthat az élőlények számára. Ez pedig könnyen megtapasztalható, hiszen az épületet bárki felkeresheti, aki a fenntartható életmódról gyűjtene hasznos tudnivalókat.